Hellóztok, itt Ray, és máma ismételten nem tart velem senki, csak az Assassin's Creed 4 Black Flag-je. A visszajelzések alapján tetszett nektek a videóm, igaz, hogy nem sok mindent csináltam, meg úgy lootogattam, meg mindent, de tetszett nektek, hát akkor folytatom igazából így a történetet. Közben így elég sok minden változás állt be a To The Way Dancer csapatába, amiről később majd mesélek, de elsősorban szeretnék arról beszélni, hogy egy kedves nézőnk megkért arra engem, hogy hát végül is menjünk neki egy Legendary Shipnek. Hát én óckodok igazából ettől, mert vannak vele élményeim, nem a legsikeresebbek, de legalább végignézhetitek, ahogy elbénázom és elrage-elem az egészet majdnem, hogy. Na igen, ez az első dolog. A második dolog, ami egy nagyon szomorú hír így a csapat szempontjából, méghozzá az, hogy ugye tudjátok, hogy velem tartott Cortez általában a legtöbb videónkban, főleg így a kezdetekkor. Mostában kezdtem el szóló videózni, csak hát igazából az csak ilyen teszként álltam neki szóló videózni, de mint később kiderült, vagyis hát most szombaton, mikor felvételt vettem volna, hogy szegény Cortez barátomnak a tesója költözik. És a Corteznek igazából nincsen saját gépje, hanem a tesója gépét használja. És hogy így hívom szombaton, és hát nincs gép, és akkor hogy lesz felvétel? Na mindegy. Ezért úgy döntöttem, hogy igazából nem fogjuk szüneteltetni a dolgokat. Én nem szeretném a csatornát így a kezdetekben elhasaltatni semmiképp. Másik irányba kéne menni közben. Csak közben beszélek és ilyenkor nem figyelek. Szóval nem szeretném a csatornát elhasaltatni így az elején. Szóval most egy picit így egy darabig el kell viselnetek engem és az én gameplayemet, ahogy itt ökörködök, meg baromkodok, meg éppen amit csinálok. És most egy Legendary Shipet fogunk kilootolni. Megpróbálunk. Nekiugrunk. Valami. Na szóval, igazából ennyi lenne a csatornának a változási. Ja igen, persze, el is felejtettem. Ennyire nem is látok. Lassan túllépjük a 220 megtekintést, illetve már 11 feliratkozónk van. Tudom, ez még egyelőre kis dolog, de aki a kicsit nem becsüli, azon, hogy ott nem érdemli, és nagyon hálás vagyok, hogy igazából majdnem, hogy csak pozitív kommenteket kaptam vissza a csatornáról, és a videókról, és a játékokról. És ez így nagyon jó érzés, tehát hogy igazából a videókat, egy videós ezért csinálja, hogy a közönségtől visszakapja ezt a pozitív visszajelzést. Szóval köszönöm tényleg, nagyon. Kezdi srácok, lányok, vagy épp akik vannak, értetek? Igen. De viszont kárpótlású, hogy most Cortezt elvesztettük egy ideig, félreértés ne essék. Cortez vissza fog jönni, amint lesz gépe, és újra fogunk videókat venni ketten. De most ugye hétre viszont lesz majd egy meglepetésem, nem másnak a személyébe, mint egy hölgyemény, aki velem fog lefordidezni, de lefordít kettőzni. És így én örülök, mert igazából ő az asszonypajtásom, és nem nagyon lehet őt rávenni arra, hogy úgy játszon egyáltalán, nem hogy zombis játékkal. Látom itt egy konvoj, de mi most Legendary Shipet szúzunk. Na jó van, közben akkor átváltok egy másik témára. Ezek a Legendary Shipek, amit látnátok, de közben jön az intro videó. Ezek elég nagyok, szörnyek, dögök. És igazából 20 000 reált, vagy goldot, vagy nem tudom mi ebbe a játékba. 20 000 reált kapsz érte, és 75-ös szintek. Na igen, hát neki áll mortára tüzelni, mindjárt befordulunk elé, és neki áll mi is tüzelni mortára. Gyere ide! Gyere ide! Nem menekül! Gyere ide! Nem. Ojajajaj. Le kéne feküdni, védekezni. Bocsi, hogyha sokat nem láttok belőle, de igazából én se látom. Ez megnyugtat titeket. Tudom, hogy ez nem szép dolog, hogy
ti se láttok, meg én se. De igazából most nem tudok ebben mit csinálni. Ne lőjé, mert visszalövök. Pofám leszakad, mekkora egy dög vagy te. Igazából egész jól megy. Ja nem, most néztem rá a HP-mra, mégsem egy egész jó. Meg fog halni, nem akarok meghalni, túl fiatal vagyok még alához. Nem tetted ezt velem. Gyere ide, gyere ide. Hát ez nem lesz túl sikeres. Legalább lefél HP-ztuk. Nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Futás, futás, menekülj. Mesd a szűrőt, mesd a szűrőt, hajom. Úgy. Igazából valahogy így. Ezt mondtam. Hát ez nekem nem megy, nem megy, nem megy. Úristen. Most is játszok. Így beszélni, meg alapban egy legendary shipet legyőzni, főleg beszéddel, és figyelnem kell, hogy mit beszélek, meg hogy folyamatosan beszéljek. Így kicsit elég nehéz, de mindjárt megpróbáljuk. Megpróbálunk a farjába kerülni, és kerülni a lövedékét. Mert mondjuk nekem ez a hack and slash módszer, ez annyira nem. Tehát én igazából neki megyek, és gyere ide, gyere ide, gyere ide. És ezt sem. Pofán lövöm, támadok, gyilkolok. Taktikázás, valahogy. Adjam egy kész! Nem menj bele, nem menj bele. Nem, találsz te el engemet, te nem szeretnél engemet bántani. Tudom, hogy az a szánt szándékod, de azért nem kell. Ez kicsit mellé ment. De neki miért van az, hogy neki jobban eltámoltálja, mint én őt? Ez most megkarcolta, meg kikerülte. Az nem vitte odáig. Nem áll. Úristen, de én nem vagyok. Úristen! Ez az, segélybe kerültünk. Már csak itt kéne maradni. Menj. Gyerünk, maradj itt. Innét nem lő ránk. Viszont tudjuk lőni. Gyerünk. Nem, megint be fog előkerülni. Úristen! Tűzvonalba vagyunk. Fedezékbe. Nem. Kegyelmez. Úristen. Ez így nagyon para. De amúgy bocsi, hogy így nem nagyon dumálok alatta, vagy minden, de. Ezeket legyőzni valami iszonyat nehéz. Főleg egy nem kimaxolt hajóval. Mármint úgy ki van maxolva, hogy mindent megvettem igazából rá, amit küldetésekből lehet. De így kincses térképek, meg ezek a elit fejlesztések meg nincsenek meg a hajóm. Jéj! Megint amott! És én ezt miért nem láttam? Biztos már nem figyelek. De már megint hol van a HP-m? Ez így nem lesz jó. Úristen. És megint pofánkban van. Olyan helyen, amit nem szeretnék. Nem. És ha ilyen távol vagyunk tőle, és kerülgetjük a mortájait. Az mennyire működő egy dolog. Olyaj. Lavírozzunk. Olyaj, szembe jön. Ennek nagyobb az óra. Nem. Került ki. De akkor meg tűzvonalba leszünk. Gyerünk. Ezt túléltük. Úristen. Ja, gyerünk. Oké, nem lőtt rám. De mortárral lő. Oké, akkor szerintem ez is meghalt, ez a kör. Aha. Több mint valószínű. Most látom, hol vannak a mortár. Jaj. Na jó, akkor itt voltak a mortárjaim. Nem, ez nem megy. Jó, most srácok, én megpróbáltam a kívánságotokat, kétszer nekifutottam. Igazából itt szerintem még a videó se élvezhető. Akkor inkább nézzünk valami aprítani valót, ami kicsit nagyobb kihívás, mint a múltkori hajók, de azért nem legendary ship. Azért nem fog... Igen, elsüllyesztett már minket, nem is kell mondanod. Én is rájöttem. Megyünk innen. Hagyjunk minket békén. Tűnjünk innen. Menj ki a köréből.
Menj! Fuss, Billy! Légy szabad! Szállj el, kismadár! Gyerünk már! És mindjárt beleszedünk a ködbe egy hajóba. Nem baj, ez jó. Ez jó lesz nekünk. De miért? 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 Ne! Nem akarom! Nagyon nem akarom! Ez most miért támadott meg minket? Elveszik a hajóval haludásod. Igen, igen, menjünk, akkor futunk. Nem. Nem akartunk mi belét kötni. De minket hagyjál békén. Megyünk, megyünk. Nem kell kétszer mondani. Értek én a szép szóval. Megyünk a francba. Úristen. Jön még utánunk szerintetek? Vagy most már egy eltűnt? Nézzük meg akkor azokat a hajókat. Oh, hajó. Loot. Loot, loot, loot. Ez velem van. Hajócsata. Ó, segítsünk neki vagy? Szerintetek elbír vele. 17-es, VS, 20-as. Szia. Cső haver, Mizu. Jó volt a mai napod? Ja. Akkor zúzzuk le őt. Sikerélmény. Sikerélmény 2.0. Na. Ez ötöm meghalt ennyitől. Ez ennyi volt. Aha, de ott egy nagyobb. Akkor nem lootuljuk ki először, hanem segítünk haverunknak. Féket be. Kormány balra. Mortált előre. És tűz. A szányos. 38-as. Na, egy kisebb-nagyobb kihívás. Tudom, hogy nem nagy kihívás ennek a hajónak már. Annyira, de. Ja. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ne, ne állj belém, miért állsz belém? Menj innen! Ne, 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 Jóska! Jó, akkor farbatoztalak. Nem lőttem a szövetségesre, de hát hogyha egyszer olyan egy béna, hogy beparkol elém. Gyere ide, gyere ide. Ne fussad! Beparkolunk mellé. És heavy-vel tüzet nyitunk. Na, ilyenkor lejön nagy a szád. Legendary shippel nagy volt a szád. Elkezdett minket kergetni. Még azt is leszedjük nekötek egy ilyatásunkkal. Gyere ide. Ujjaj, te mit csinálsz? Belém jössz? Hú, de sokan vagyunk. Ajaj, ezzel fogja találni a társunkat is. Hát de miért állt be a mortálomba? Ne, esküszöm, ezek nagyobb kihívás, mint magák az ellenségek. Hogy őket kikerülgessen. Gyerünk! És meg is van. Csákérzzük meg. Tudom, nem a legjobb pozíció a csákérzésre. De jó lesz innen. Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Az elszállt. Láttátok? Kirepült konkrétan vitorla magasságba. Szélirányba, toronytaljék. Na, gyertek. Akkor nézzük meg ezt a pufogtatást megint. Te miért vágod a kötelemet? Azaz. Én nem találtam el. Ja, hogy himbálózik a hajó. Ne vágd a kötelemet. Jó van. Te is olyan vagy, mint a múltkori barátod. Menjünk át! Gyere ide! Gyere ide! Ezt lelököd! Ja, hogy nekem nem volt elő a kardom. Gyere ide! Gyere ide! Úgy, pak! És ez meg hátból. Nem ismered a szabályt, hogy nem szabad hátból támadni. Ez rátok vonatkozik, rátok. Nem, nem. De miért van az, hogy ennyien vagytok? Úristen. Gyere ide. Koponya fejes Jóska. Megvédem a haverot. Hagyjátok békén, ne egyetek a rasszisták. Na, én mentem akkor a zászlóért. Ne. Hagyjál békén. Ott egy Jóska. Ennyi ide Jóska. És akkor én mondom, gyerünk. Töltés verseny. Ó, de menő.
Már nem az menő, hogy ő töltésverseny rendez, de nézzétek meg. 4 darab kalózhajó itt sorakozva, és 2 lúthajó. Oh. Gyönyörű. Minden AC4 játékos álma. Nem tudom, most igazából miért elindítottam a játékot frissített. Lehet, hogy ebben jött be, hogy így most így több szövetséges hajó küzd. Vagy nem tudom. De így érdekes, mert eddig sose láttam így ennyi kalózhajót egy helyen. Jó, persze a főküldetésekben meg ilyenekben igen, de úgy alapból nem szoktak nagyon elmászkálni ennyien. Így. Ennyien. Sokan. Ja. Na, akkor... Mivel ti ellenálltatok túlzottan, és ti voltatok az első, jó, titeket bezúzunk. Nem szeretnénk megnézni? Már láttuk 60 szó, nem? Na, ugord át, skip. Úgy. Menjünk. Loot. Na, gyere. Éles fordulat. Igaz, hogy ez egy hajóval nem nagyon megvalósítható, olyan, mint az Icarus most a tükörjégen. De, megy ez. Persze, szálljon le a köd. Véletlenül se lássam azt a 3-4 balfaszt, aki így beparkol elém. Melyik is volt a nagy? Talán ő volt a 38-as. Mert ugye a nagyobb hajókon igazából nagyobbak szoktak lenni így a kihívások. És az egy kicsit az izgalmasabb. Ám ő is ugyanakkora, mint az előbbi. Ám baj. Itt a kapitány kell lezúzni. Ups, ez pofánt állt egy ágyugolyó. És így megy haza a távirat. És részvétünket nyilvánítjuk, de kedves férjét pofán találta egy 3 mázsás ágyugolyó. Ön pedig itt miért nyújtózik? Azért, hogy lelőjem. De meg ne lövöldöz. Ne lövöldöz. Én lövöldöz, de csak én lövöldöztetek. Tudjátok, ilyen külön szabályok vonatkoznak rám. Gyere ide. Megcsattintelek. Téged is. Na, meg vagytok. Megszúrtál! Mit képzeled? Te magadról, te patkány, te. És ennyi. Hát ez gyors volt. Ezeket megrecsentettük. Jó, hát srácok, szerintem még azt a 3. hajót, akit lezúztunk, még kilútoljuk. Aztán ezt a videót lezárom. Tudom. Nagyon rossz videó lett. És a Legend of Ship-el nem boldogultam. Tudom. Szomorú tény, de majd valahogy belejövök, illetve szerintem, hogyha nektek ennyire tetszik az AC4, akkor mindenképp olyanokat tervezek, hogy mondjuk elmegyek veletek kincset keresni videó keretében. És felfedezzük a kincseket, kicsit fölturbozzuk a hajónkat, és megbeszéljük abban a nagy darab döggel, hogy mit is képzel magáról. Nekifutunk így még egyszer. Illetve ugye négy fajta legendary ship van a pályán. Igazából még egyiket se győztem le. Szóval választék van. Meg lootolni való is van. Lootolni való mindig van. Szóval, ja. Ezt most itt kilootolom, aztán zárom a videót. De azért még a jóskát pofánolom. Gyere ide! Te is gyere ide! Miért lődöztök? Nem mondta anyukátok, hogy nem való a kezetekbe pisztoly? Te is nyújtózz a lövésért. Tessék! Tessék! Ne bujkáljál! Hát csak kellett mennem! Jé, csoda! Na jó van. Legyen brutális videózárás! Szépen bezúzzuk őket. Nincs rá szükség, de jól esik. Legendary ship után egy kis sikerélmény. Háj. Tudom, béna vagyok, és nem értek a Slash játékokhoz, de majd belejövök. Hát a következő videókban szerintem egy kis szárazföldi lootolást is tervezek. Mindenképp. Illetve akkor, amint mondtam, a héten lesz lefordít 2 is. És ez a szénszküzes kalandjainkat is folytatni fogjuk. Illetve majd talán nekifutunk a Legendary Shipnek is. Nem kérem, hogy most a héten, de jövő héten már talán. Nem tudom. Meglátjuk, hogy milyen jókat sikerül felmennünk, mennyire tetszik nekik ez. Hogy itt bénázok, és pofázok. Szóval jó. Köszönöm, hogy néztetek engem, és végignéztetek a bénázásomat. Lájkokat, kommenteket hagyjatok alul. Én Ray voltam.
És az Assassin's Creed tartott máma velünk. Hello, Stock! Yahoo!